A nőknél a rossz indulatú méhnyakrák elváltozások döntő többsége a magas rizikójú HPV vírusok valamelyikének hordozásával áll kapcsolatban, sőt a férfiaknál bőr, illetve szájüregi daganatot is okozhat. Ha védekezünk a vírus ellen, jelentősen csökkenthetjük a későbbi méhnyakrák vagy más daganatok kialakulásának kockázatát. Ennek a legjobb módja a védőoltás. Magyarországon most már mind a hetedik osztályos lányok, mint pedig a fiúk is megkaphatnak. Tehát nagyon fontos lenne, hogy ezeket a daganatos, rosszindulatú betegségeket megelőzzük, amelyet önkéntesen felvehető védőoltás formájában meg is lehet tenni. Az ingyenes vakcinát két részben kapják meg a gyermekek, amennyiben szüleik beleegyeznek, az elsőt idén októberben, a másodikat pedig tavasszal. Azért ezt a korosztályt jelölték ki a szakemberek, mert ebben a korban szexuálisan még nem aktívak a fiatalok, ugyanis ilyen úton terjed a betegség. Az oltást természetesen később is fel lehet venni már felnőtt korban. Viszont ez az az időszak, amikor a gyerekeknél még teljes körű védelmet ad ez a védőoltás, tehát a WHO ajánlás, illetve magának a védőoltásnak az alkalmazási előírata is hát ezt javasolja. De mondom, később is lehet oltakozni, tehát ha valaki eleve ugye már nem ilyen korú, az is felveheti a védőoltást. Általános tapasztalat, hogy a szülők mintegy 75-80%-a járul hozzá az iskolákban igényelhető ingyenes védőoltáshoz. Erre pedig szükség is van, hiszen hazánkban a méhnyakrák miatti relatív halálozási kockázat magas. Az európai uniós országok átlagának mintegy háromszorosa.